Na, hellosztok! Most egy új programot fog bemutatni nektek, aminek a címe az, hogy NHL Hockey 94. Azaz a 94-es szezon dolgozza fel szerintem, bár én a hockeyhoz annyira nem értek. Ugyanakkor, mint megszokhattuk már, ugye ilyen sportjátékok általában egy picit előrébb járnak, mint a szezon. Na hát ez a játék 1993-as, és ami érdekessége, hogy megkedveltette velem a hoki játékokat. Ugyanis én igazándiból a sportjátékokat annyira nem kedveltem. Talán egy-két foci, ami bejött programban. A többi ez nem nagyon. Na, de hát nézzük is, hogy milyen a játék. Oda oldalra kiraktam két dobozt, ami anno a doboza volt a játéknak. Most eléggé zűrzavaros volt számomra a menü anno. De úgy nagyjából ki lehetett venni, hogy miről van szó. Itt vannak különbözőféle beállítások, de nem valami nagy durranás. Ki lehet választani a csapatokat, hogy kivel akarunk játszani. Még egymás ellen is lehetett. És nagyon-nagyon tetszett nekem. Talán még jobban tetszett, mint egy-két foci program annó. Itt majd láthatjátok a mezeket, meg a csapatokat, amiket ki lehet választani. Én sajnálatos módon egy csapatot sem ismerek, amilyen hoki csapat. Én mindig a Pittsburgh Penguinekkel voltam, mert valahogy a Penguin, nem tudom, meg a jég, nekem ez a kettő így mondom, hát akkor legyen Pittsburgh Penguin. De hát biztos már Magyarországon is van ezeknek nagy szurkoló táboruk, amerikai jégkorongos csapatoknak. Na, minden államnak megvan a maga jégkorong csapata. És akkor van egy ilyen All Star is, ahol gondolom az összes jó játékos benne van. Na, hát akkor nézzünk egy meccset. Eléggé beszívtam egyébként, hogy a gép az eléggé jól játszik. Nagyon nehéz gólt lőni neki. Azt nem tudom, hogy mennyire számít, hogy milyen csapattal vagy. Gondolom az is számít. Pedig az én csapatomnak jobbnak kellene, hogy legyen a pontok alapján. De hát én eléggé el lettem agyabb ugyáva itt gép által. Nézzük a meccset. Pedig volt egy-két jó helyzetem, de a gép iszonyatosan jól játszik. Hát hozzám képest legalábbis. Kapus az szinte mindent elkapott, de majd figyeljetek, milyen lehetetlen helyzetekbe elkapja a korongot. Én kapusom meg tiszta béna volt. Ugye, hogyha a kapus babra áll a koronggal, akkor azért bünti jár. Tehát van, hogy ugye nincs kinek lepasszolni a korongot. Nekem ezek a kis zenécskék is tetszettek, amiket néha így bevágnak. Ez, amint láttam egy-két hoki meccsen, tévében is valóban így működik. Mondtam, nem értek nagyon a hokihoz. De ezek nekem tetszenek. Ilyen fociban azért nincsen. Na hát ez picit átesett a kapusomon. Egyébként az is érdekes itt, hogy van, amikor fúra letámadom az ellenfelet, és baromira nagyot nyal a jégen, de a bíró nem igazán veszi figyelembe, mint hogyha hokinál természetes lenne, hogy agyonvered a másikat játék közben. Igazándiból nem szoktak nagyon
szerintem nyavajogni, mint a focinál, ha valaki elesik a füvön. Van, hogy egymás jól agyon is verik a hokiütővel, ha jól tudom. Szabályos kis verekedések szoktak kialakulni a hoki meccseken. Nézzétek, a kapusuk eszméletlen. Nem sikerült egyetlen egyet se belőnöm. Akkor nézzétek ezt a támadást, figyeljétek, hogy miket túl nem élnek ezek. Egy, kettő, három. Háromszor rálőttem. És a kapus kivétel, hihetetlen. Nekem persze egyből gólt nyom a gép. A kapusomat szerencsétlenkedik. Egyébként szerintem nagyon szépen megcsinálták a játékot ahhoz képest, hogy 93-as. Ami még nagyon tetszett nekem, az a 94-es FIFA. Azt majd bemutatom, hogyha lesz rá időm. De ott viszont voltak eléggé brutális bugok a játékban, amiket kihasználva nyertél egyfolytában. Én szerintem itt többet támadtam, mint a gép, és nem sikerült egy gólt se belőnöm. Itt is ráöltem kétszer, és semmi nem történt. Figyeljétek ezt a gólt, amit a gép kreál nekem. Ez mi volt már? Nem durva. Na, tetszett a program, srácok, akkor töltsétek le, aztán kellemes szórakozást hozzá. Én jókat szórakoztam vele. Egy meccset játszottam csak le, de hát az nekem bőven elég is volt, mint látjátok. 3-0-ra elvert a gép. Viszont valami oknál fogva nem tudtam játékost cserélni. Nem tudtam megfejteni, hogy azt hogyan kell. Utána járni meg lusta voltam. Úgyhogy itt a végére eléggé elfáradtak a játékosaim. Na hát ennyi volt a 94-es hoki szezon karrierem. Na, úgyhogy legközelebb majd egy másik programmal fogunk foglalkozni. Másik programot mutatok be nektek. És ha van idegetek ez a játékhoz, akkor szedjétek le. És kellemes retrózást hozzá. Sziasztok!